Halló, fotelj, össze nem túrázni? Hova? Hát ott gyerekáruba. Mivel? Vonatta, gyere, szálljunk be! Oké. Szevasztok, hát kezdetet veszély idei. Hányadik erről? 9. Maga is esd úr? Rád. Igen. 9. Hát úgy alakultak a dolgok, hogy nem nagyon tudtunk mostanában jutni ilyen nagyon túrákra, de most végre sikerült. Hát itt vagyunk Kiskovácsinál, Pest megyében, és mai túránk során pedig a Holdvilág árkot fogjuk megnézni. Tehát végigmegyünk a Holdvilág árkon, és hát reményeink szerint utána fölmegyünk a Lomhegyre, ahol majd ezt a régi elhagyatott katonai laktanyát nézzük meg. Onnan a Bölcsejre megyünk föl, és onnan pedig lefelé tartunk a Lajos forráshoz, majd visszamegyünk Pomázra. Hát ez kb. 16 km-es túra lesz, 18, tartsatok velünk ma is. Hát megkezdtük akkor a túrát a csodás szép őszi erdőben. Márton nap van, november 11-e. És akkor ez az a hely, ahol a piros buszjelzés és a piros sávjelzés külön válik egymástól. Hát ugye a piros busz vezet a Holdvilág árokba. Arra fogunk menni. Valamint itt van a zöld körtúra jelzés is, ez ugye az a menedékházhoz visz és tesz egy kört. Nem tudom, most nem teszem a menedékháznak a neve. A piros busz pedig arra vezet. Arra akár eljutottunk a Szalabaszina árokhoz is. De a piros most hagyjuk, hanyagoljuk. Hát nagyon sokan vannak, tehát ugye a Visegrádi hegységre jellemző, hogy nagyon sokan látogatják, és hát két csoport is van előttünk, úgyhogy szándékosan kicsit lassítjuk a lépteinket, mert azt hiszem, hogy tömeg lesz a Holdvilág árokba. Jó lenne, mire odaérünk, addigra kicsit eloszlanának. És hát itt egy tábla van, ugye itt felhív a dolgokra minket, ugye itt 99-ben egy özönvízszerű esőzés hatására a Holdvilág árok és környezete jelentősen átalakult. Ugye a hidakat, turistautakat sodolt el a víz, aztán a patak új mederben folyik, ledőlt erdőállomány helyén pedig partoldat meredek rézsúi folyamatosan pusztulnak. Az erőző következtében kisebb-nagyobb kövek, szikladarabok indulatnak le fentről az árok irányában. Hát azért annyira ezt nem kell komolyan menni, ugye annyira nem veszélyes itt a terep. És hát látható, hogy november eleje van, még itt maradt az őszből valamennyi. Hát most már azért a finálé után vagyunk. De úgy gondolom, hogy pont az a legkellemesebb túraidőszak van. Hát akkor menjünk tovább. Kicsit lassítunk a lépteinken, mondom, hogy nem akarom utolérni ezt a csoportot, mert nem fogunk elférni a Holdvilág árokba. Menjünk. Hát tartunk a Holdvilág árokban, lassan odaérünk, és hát falevéleső van itten, körülöttünk. Fantasztikusan szép. És hát ami érdekes, nem tudom, látszik-e a videón, itt ez a hegyoldal. Hát eléggé érdekes szögben nőttek ki ott a fák. Tök olyan, mint a ránk akarna dőlni. Tehát eszméletlen. Itt ez a fa is. Meg ott az a másik is látszik, talán valamennyire. Elképesztő szögben nőttek ki onnan a hegyről. Ugye kicsit lassítottuk a lépteinket, meg is kajáltunk. Itt talán a csoport előttünk majd eltűz. És hát fantasztikus ez a falevéleső, ami itt van az erdőbe. Gyönyörű szép. A piros keresztjelzésre jövünk, és egy ponton majd letérünk lóra, hiszen be kell mennünk majd a Holdvilág árokba. Ugye, mert a piros keresztjelzés majd, hogy nem a legszebb részeket kerüli ki. Hát mi igyekezzük, igyekszünk majd nem kikerülni ezeket. Mi arra jöttünk. És akkor menjünk tovább arra. Na, hát adtunk körülbelül 10 perc előnyt a csoportoknak. És hogy gyerünk. Hát és alakul a táj, alakul a Holdvilág árok. Már hát a lényeg majd ezután fog következni. És hát gyönyörű, gyönyörű az ősz még most is. Márton napkor. Tehát egy oldal is fantasztikus. És hát arra megyünk.
és néha már nehezen járható, eléggé sziklás, eléggé sáros, és ugye 99-ben, amikor volt itt a nagy árvíz, akkor ilyen kis időket sodort el a víz, és hát ott, ahol jöttünk, ezelőtt a híd előtt volt valaha egy másik híd, ami már tényleg csak darabokban van ott. Úgyhogy, hát ez meg ilyen. Hát gyönyörű. Tényleg nincs szebb az ősz, nem? Meg így finálé után is gyönyörű az ősz. Hát még egy-két héttel korábban jöttünk volna, milyen lett volna. Na, gyerünk tovább. Szóval alakul a hódvilágárok. Úgyhogy majd most jön a krém, a fekete leves. Gyerekek, azt hiszem, ez az, amire nincsenek szavak. Fantasztikus. A hegy oldal. Az arany a őszben, hát gyönyörű. Erről tényleg nincsenek megfelelő szavak. Tényleg ilyenkor a legeslegjobb túrázni. Vettük el a holvilágárok érdemi részét, de hamarosan elfogjuk, de hát annyi a szépség itt körülöttünk, hogy csak álmolunk, bámolunk. Ugye ez a piros keresztjelzés a turistaút, ami Kiskovácsiból indul a busz megállató lényegébe, és hát behoz egyenesen ide. És hát rögtön pár száz méter után már akadnak látni valók itt. És beragyog a napfény is ott. Hát fantasztikus. Na menjünk tovább, meg itt ragadunk még az erdőben, annyi szépség van, hogy egyszerűen fölbe gyökerült a lábam. Tíme. Azt hiszem, nehéz szavakat találni erre. És akkor talán itt fogjuk elérni az árkot, és ugye itt maga az út is már az árakban megy egy darabig. Mindenesetre itt letérünk az árakba, tehát nem megyünk arra-balra fölfelé, de úgy látom, és megy arra út. És akkor megyünk arra beljebb. Még mindig nem vagyunk ment az érdemi részen. De még mindig minden szép. Hát ez gyönyörű. És hát szombosodik a táj. Hatalmas sziklafalak itt a hullágároknál. Hát ez akár milyen magas lehet, Gergő? Hát ez 50-60 méter is lehet talán már, nem? Lehet. Tehát itt ezen a helyen veri a rámszakadékot, úgy gondolom. Ugye, aki nem tudná, hol világárok, az Pomásztól északnyugatra található a Visegrádi hegységben. Ugye Pomászta körülbelül 6 kilométerre, és ugye egy ősi temetkezési hely ez itt. Ugye egy-egy feltételezés szerint, na, már lélekek egy kicsit nehéz volt itt a terv. Tehát egyes feltételezések szerint itt létezett Attilának egy települése, ugye? Igen. Jól tudom, Gergő? Igen. És akkor más feltételezések szerint pedig itt van való eltemetve Árpád apánk is, Árpád fejedelem. Ugye sok minden kutatás volt ez ügyben erre, itt a környéken, hogy megtalálják Árpád sírját, de hát mind a mai napig nem találták meg, és semmi bizonyosság nincs róla, hogy valóban itt lenne ez a sír. Hát alakul most már a hódvilágárok. Hát alakulunk. Úgyhogy kezd nagyon-nagyon klasszá válni a kanyon. Itt vannak a hatalmas falak. Ugye ez a hódvilágárunk az érdemi rész, ez mennyi lett, Gergő? Másfél kilométer? Hosszú. Hát nincs annyi. Szerintem. Hát itt nehezen járhat egy kicsit, de hát élménydús, tehát fantasztikusan élménydús a járás.
És hát itt ezen a helyen szerintem a rámszakadék az kutya fasza hozzá. Ehhez képest. Sokkal nehezebben járhatom, mint a rámszakadék. És hát sokkal magasabbnak tűnnek itt a falak is. Úgyhogy ott is eszméletlen. A fának a gyökere is eszméletlen. Hát és az előttünk álló út is eszméletlen. Menjünk tovább, még azt hiszem lesznek itt csodák. Hát ez az a pont, ahol a piros keresztjelzés, az kimegy a szakadékból, a világárakból arra felől. És ez az a, úgy gondolom, hogy ajánlatos bennmaradni a világárakban. És azt hiszem most jönnek a legeslegnagyobb csodák. Föltámadt a szél. Egy kis olyan misztikus a hely, és valami fantasztikus hangulata van így az egésznek. Durván feltámadt a szél. De ez valahogy egyáltalán nem zavaró. Ugye innen jöttünk. Itt megy fel akkor a lépcsőn a piros kereszt. Jelzés. Mi viszont akkor megyünk tovább itt a holvilágárokba. Gyerünk. Hát igen, itt vagyunk akkor most már a holvilágárok talán legszebb részén. Itt ez a hatalmas sziklafal. És akkor már ott lesz a meteor létra. Azon kell most fölmennünk. Talán látszik a videón. Ott látjátok, ugye? Tehát ott kell fölmennünk, és akkor majd felérünk a piros keresztjelzésre. Visszaérünk. Tehát ez a létra attól a helytől, ahol a piros keresztjelzés kiment a árokból, a holvilágárokból, hát mennyire lehet? Körülbelül 150 méterre, Gergő? Annyi körülbelül, tehát nem egy vészes távolság. Úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy maradjon a szakadékban, tehát ne menjen a turista út mentén, hanem maradjon itt a holvilágárokban, és akkor jöjjön el odáig a létráig, és menjen föl rajta természetesen. Mert még nincs vége a csodáknak. Szerintem, ami hangokat hallok mögöttünk, lehet, hogy megint valami csoport közelek, úgyhogy menjünk, hogy tudjunk még filmezni a létránál is. Mászik a létrán, majd én is megyek utána. Óvatosan, fiam! Hát úgy gondolom, hogy ez az útszakasz legveszélyesebb szakasza. Itt azért mindenki vigyázzon. Te is, Gergő! Járunk! Passa megyek, jó puk! Jó. Milyen magas lett ez a létra? 20 méter lehet? Nincs annyi. De már jönnek mögöttünk. Megy Gergő. Óvatosan, kicsim. Aztán megyek én is, mert jönnek mögöttünk sajnos. Csak utóbb jött egy csoport, a fene rágja meg. Oké? Oké. Na, megyek utána, de elteszem a kamerát. Na hát felértem én is a létrán. És akkor ilyen. Innen a holvilágárok. Most már vannak utánunk. Egy-két ember, de ott a balra már bűvészkednek. Hát azt mondom, hogy aki erre jön, erre jár, az bátran jöjjön föl ezen a létrán. Viszont azt elmondom, hogy ugyanúgy csúszik, mint a rámszakadékban lévő létrák. Tehát azért figyeljen oda. Úgy gondolom, oda figyel valaki, nem érheti baleset. Mindenki figyeljen, aki erre jár, és ugye jeges időszakban ne jöjjön itt föl senki. Azt ajánlom. Gyönyörű. Na hát ez még nincs vége a holvilágároknak. Hiszen úgy tudom, még tart még erre néhány métert majd. Arra ott a Gergő mögött, megnézzük mindjárt. Ugye itt is van egy felirat, közben látom, vigyázz a létrát, saját felelősségre használhatod. Tehát mondom, mindenki figyeljen oda. Egy gyönyörű hely, de
Azt gondolom, ez a legveszélyesebb szakasza. Na, gyerünk tovább. Gyönyörű volt. Hát gyönyörű volt az út. Hát fölérve a létrán, a piros keresztjelzésen egy kicsit visszafelé indultunk el, és találtuk ezt az elkerített részt. Minden más, mint egy ásatási terület. Hát nem tudom, talán így nyomoznak Árpád sírja után. Mondjuk itt van egy lyuk rajta. Benézünk. Benézünk. Onnan nem nagyon szabad, de mi ezt leszarjuk. Gondolom, hogy nem mi vagyunk az elsők. Úgy nem tudok fölmászni, csak fogom a kamerát. Ja, arra elvezem. Ott ül valaki? Mi az? Semmi. Jó, hát akkor még tovább a boldogára gondoljunk. Elmutattuk ezt is minden érdekességet ide. Elméletileg nem szabad bejönni, mert nem van kerítve, de hát volt egy teérés. És minden nem tudom kivenni, ott ül valaki, vagy az csak egy zsákot, vagy mi az ott? Valami sír. Ez akkor valami sír ott. Tök olyan, mint ott ülne valaki. Esküszöm. Kocorok vannak. Ja. Egy bizonyos szemszög olyan volt, mint a izé. Hátizsák lenne és ülne ott valaki, de akkor nincs itt senki. Jaj. Még akkor menjünk lejjem. És itt vannak ezek a kirakott akármik. Ugye valaki itt szórakázgatott. És ilyeneket kirakott. És ott is van egy barlang? Nem tudom. Hát. Hát azt lehet, hogy tényleg valóban itt van való Árpád fejedelem, való itt nyughatat. Na, gyerünk vissza a hóvilágárakba. Mondom, mert ha följöttök a létrám, hogy a piros kereszt a turista úton, akkor az mellett van ez a hely. Na hát akkor a kitérő után itt folytatódik a hóvilágárok. Egy kicsit más jellegű szakasszal, mint idáig jöttünk, hiszen itt teljesen összeszűkül, és hát itt kell evickélnünk benne. Ugye helyenként mindössze van olyan hely, ahol akár csak fél méter széles szinte a járat. De hát egyszerűen fantasztikus. Azt kell mondjam, hogy ez fantasztikus. Király. Ja, hát ez itt ilyen. És majd azt olvastam erről, ugye még nem jártam itt, csak olvastam róla, meg láttam hasonló videókat, hogy ez majd valahol ki fog aztán szélesedni. Jaj. Igen, hát ott már egyre szélesebb. Szóval akkor menjünk arra tovább. És ez a hóvilágáraknak a felső része. És aztán lassan meg kijövünk most már a hóvilágárakból. Hát azt hiszem, hogy is egy élete szóló élmény volt. Fantasztikus volt tényleg. Mindenkinek ajánlom, aki még nem járt erre, hogy jöjjön és nézze meg a hóvilágárakat. Így jöttünk fel.